működtetni fogjuk a Megyei Védelmi Bizottság katasztrófavédelmi operatív törzsét is a igazgatóság székházában. Ide fognak érkezni azok az összekötők, akik az együttműködést biztosítják, illetve olyan feladati ellátást próbálnánk végrehajtani, hogyha a végrehajtók nem tudják, akik ezt majd jelentéseket fogják megtenni felénk, nem tudják, milyen feladatot kapnak. Tehát egy éppen aktuális feladatot kitalálunk, és arra kell majd reagálniuk, hogy hány géppel, hány járőrrel, hány tűzoltóautóval, hány emberrel tudják azt a feladatot, ha ilyen előfordulna, végrehajtani. Volt például olyan, hogy nem tudták bevinni a bokortanyákra az élelmiszer, lovas rendőrök vitték be, terepjáró gépkocsai vannak a rendőrségnek. Ezeket most készítjük fel a téli időszakra. Tavaly évben éppen mellettem ülő kolléga volt benne az egyik ilyen mentésben, amikor a Volánnak az egyik busza nem tudott bemenni a településre a hóátfolyások miatt. A rendőr kollégák kimentek, ellapátolták a havat, a terepjárókkal az utasokat bevitték a településre. De azt gondolom, hogy ez egy olyan krízis időszak, amire azért lehet felkészülni, de mindig vannak váratlan helyzetek, amiben jó döntéseket meg kell hozni.